Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy sorstöntő fordulat, és itt a képen láthatóak a sorskerekek, tehát passzol ehhez a jósláshoz. Milyen változások lesznek az életedben, a párkapcsolat területén, a munkát illetően, és megtekintjük azt is, hogy mi várható az anyagiak területén, milyen változások. Itt ez a három kártya középen utal a te jelenlegi helyzetedre. Valami elszomorít. Az is lehet, hogy vársz valamire, és már olyan türelmetlen vagy, és ezért van itt ez a szomorúság. De nem csak nálad, hanem nála is. Ő most olyan álmodozó, vár valamire, vagy vár arra, hogy te jelentkezz nála, de gondolatban nálad vagy, hiszen megjelensz az álmaiban, megjelensz a gondolataiban. Hamarosan lesz itt egy találkozás, de valaki ott van a háttérben, és figyel benneteket. Itt a féltékenység látható, de lehet irigység is. Ez a háttérben lévő alak lehet egy férfi, de lehet egy nő is. És most megtekintjük azt, hogy alakulnak a dolgok a párkapcsolat területén, erre utalnak itt bal oldalon a kártyák. Itt látható az erő. Igen, te adsz erőt számára, vagy ő közeledik újra hozzád, és átnyújtja ezt, ami neked erőt ad. Azt is jelentheti, hogy tudod magad védeni, hiszen megvan a bátorságod ahhoz, hogy kimond a véleményedet. Különösen akkor, ha észreveszed azt, hogy itt a háttérben van valaki, aki rossz indulatú. Amit ez az erő még jelent, a belső erő, hogy higgy abban, hogy javul a helyzet. Itt ezen a képen ez a hölgy téged szimbolizál, és mások jönnek, pénzt adnak neked. Természetesen lehet az, hogy pénz jön a házhoz, és javul az anyagi helyzet, de a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és ezek lehetnek belső értékek is, hogy mások ezzel téged megajándékoznak, hiszen értékelnek téged. A hatos szám itt utal gyakran a múltra. Előfordulhat az is, hogy valaki visszatér a múltból, és megajándékoz téged. Ha egy hölgy vagy, akkor ez a férfi utal a te lelki társadra. Nála most sok a munka, de azt is jelentheti, hogy ő saját magán dolgozik azért, hogy a párkapcsolatban, a szerelmi élet területén meglegyen a biztonság érzete. Itt szintén ő látható, és vár valamire. Vár arra, hogy ez a hamis személy eltűnjön, hogy rendeződjenek körülötte az anyagi dolgok, tudjon nyújtani valamit számodra, hiszen ő is szeretne neked segíteni, hogy meglegyen itt az erő, mert ő is erősít téged. Amit ez a kártya még jelent, a hetes szám utal a hold energiájára, az álmokra, a vágyakra, a reményekre, és a kártya itt a föld elemét szimbolizálja, és a föld eleménél reális dolgokról van szó. Tehát nem marad ebben az álmodozó szakaszban,
hanem szeretne a párkapcsolaton vagy saját magán dolgozni, persze ügyel az anyagiakra, a munkára is, és szeretné azt elérni, hogy ez az álom itt megvalósuljon. Még várakozik. Az eltarthat szeptember, október hónapig, amíg ő a tettek embere lesz, de bíz ebben, hogy javul a helyzet. És most megtekintjük a munkahelyi viszonyokat és az anyagiakat. Itt ezen a képen a 8-as szám arra utal, hogy volt nálad, vagy van még mindig ez a húzavona, ami a munkát illeti. Tegyem, vagy ne tegyem, jó ez, vagy inkább rossz számomra, milyen változások legyenek a munkát illetően, de kilépsz ebből a húzavonából, meg lesz itt a könnyűség, itt repülsz a felhőn, ez a levegő elemét szimbolizálja, tehát a szabadság érzetét, a könnyűséget, a kommunikációt, az ötleteket, és itt az esernyők azt jelentik, hogy minden esernyő számodra egy lehetőség. Figyelj oda, ez lehet számodra egy munkahelyi változás. Itt a 2-es szám utalhat a párkapcsolatra is, te és ő, és ez a férfi tud neked segíteni, vagy ad számodra életerőt. Azon kívül ez a fa itt legyökerezik, tehát megvan a stabil párkapcsolat. De van ebben a képen valami szomorúság is, mint ahogy itt látható. Lehet, hogy ezek emlékek a múltból. Ami pedig a munkát illeti, és erre is utalhat a 2-es szám, egy szerződés. És ez biztos, hiszen itt le tudsz gyökerezni. Hogyan tovább? Azt megnézzük itt ezeknél a kártyáknál. Itt is vannak gondok még, de ez a tolvaj eltávolítja ezeket a gondolatokat, vagy érzelmeket, mint például félelmeket. Ez lehet egy férfi, de lehet a te tartásod is, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése is van. Előfordulhat az is, mivel itt a tolvaj látható, hogy loppás van a munkahelyen, és emiatt valakinek van itt fejfájása és töpreng az eseményeken, de itt a gyermekek utalnak egy új kezdetre, és ez olyan, mint egy ajándék, ez lehet egy munkahelyi változás is. Itt az 5-ös számnak két jelentősége van. Egyrészt jelentheti az, hogy te valamit lezársz, és keresel egy új irányt. Ez is munkahelyi változásra utal. A másik jelentése ennek a számnak, amikor mások beleavatkoznak a dolgodba. Itt láthatóak a farkasok, és ettől félni kell, mert ezek veszélyesek, és pontosan ez érezhető a munkahelyeden, hogy mások támadnak téged. De van egy lehetőség, hiszen felmászhatsz ide a fára, és ez nyújt számodra biztonságot, és így felülről tudod tekinteni a dolgokat. Tehát ne a farkasokkal törődj, hanem azzal, hogy te légy biztonságban, és ez a fa nyújtja ezt számodra, hiszen itt le tudsz gyökerezni. És, ahogy látható a képen, így felülről nézed az eseményeket. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!